Itt a jó idő, nagyon sokan gondolkozunk életmódváltáson. Ilyenkor először az jut eszünkbe, hogy az izmainkat felfejlesszük. De ne csak az izmainkra, hanem az ízületeinkre is gondoljunk. Hogy mire kell figyelnünk ezzel kapcsolatosan, a mostani videóból megtudhatjátok. De hogy mi is az az ízület? A testünknek van egy passzív és egy aktív mozgató szervrendszere. A passzív és az aktív között áll az ízület. Amikor ízületről beszélünk, számot kell vetnünk a két csontról, a köztük lévő ízületi résről, az őket körülfevő ízületi tokról és ízületi szalagokról. Ezek a képletek teszik lehetővé, hogy mozogjunk a térbe. Normál esetben egy helyes testtartás mellett úgy állunk, hogy a két talpunkon terhelünk, kihúzzuk magunkat, hasunk feszes, mellünket kiemeljük, vállunkat hátra csavarjuk, kezeink magunk mellett szorosan vannak, kisúj a törzs mellett, fejtetővel megnyújtózunk, és állunkat egy picit behúzzuk. Ez a kiinduló helyzet. Ha innen indulunk ki, akkor minden ízületnek van egy élettanival megegyező és egy élettanival eltérő mozgása. Az eltérő akkor jön létre, hogyha például nem megfelelően ülsz az irodában, nem megfelelő a testmozgásod. Ilyenkor beszélhetünk arról, hogy egy ízületnek a mozgása beszűkül, vagy éppen túlzott mozgása alakul ki. Valljuk be őszintén, nagyon ritka, hogy valaki meg tudná tartani ezt a helyes testtartást. Általában azért ezek a megfeszített kis vonalaink elindulnak valamelyik irányba. A leggyakoribb helytelen testtartási forma, amivel találkozhatunk, a hanyagtesttartás. Ilyenkor azt veszük észre, hogy vállaink előre dőlnek, a hátunkban az eredetileg eleve domborodott kifotikus fázis még jobban kitolódik, előre toljuk medencénket, és egy ilyen kényelmes, beleálló helyzetünk lesz. Ez általában akkor alakul ki, hogyha az irodában több mint 8 órát ülsz a gép előtt, helytelen beállítás mellett. A második leggyakoribb helytelen testtartás, amikor azt veszük észre, hogy tényleg megint nincsenek jól beállítva a munkaeszközeink, és nagyon előre toljuk a fejünket, ilyenkor azt veszük észre, hogy a fej a mellkashoz képest előrébb jön, vállunkkal egy kicsit lefelé feszülünk, és egy ilyen sielő testtartást veszünk fel, tehát az egész súlyvonalunk, testsúlyunk előre terhelődik. Ilyenkor azt érezzük, hogy a sípcsontunk, a bokánk, illetve a vállink is fájdalmas. Harmadik leggyakoribb testtartás zavarunk, amikor pont hátra helyezzük a súlyvonalunkat, ilyenkor a sarkunkra terhelünk, nagyon gyakran azt veszitek észre, hogy be van repedezve a sarkatok, a vádlitok nagyon feszes, akár vízesedhet a lábatok, és mintha a derekatok helyén egy tégla lenne. Ilyenkor egy hátra beleeső tartásunk van, megrogy az egész testtartásunk, és hiába edzetek hasizomra, akkor is egy folyamatos megnyúlt állapotban van, és renyhébb lesz az. Az első és a legfontosabb, hogy mozogjunk. De nem mindegy, hogy hogyan mozgunk. Halljuk tévében, reklámokban, olvashatjuk újságokban, hogy a napi testmozgás létszükséges. Ezzel egyetértek, de sajnos a mindennapi életvitelünkben nem biztos, hogy bele tudjuk iktatni. Azt szoktam mondani, hogy minimum heti 5-ször a testet megterhelő, mert ilyen pihegtető légzést okozó mozgás szükséges. Ez azt jelenti, hogyha neked egy futás, egy gyaloglás, egy elliptikus tréner használata, vagy akár elmenni egy csoportos órára, vagy a konditerembe edzeni, egy napi fél órát, vagy órát, már az is elegendő lehet. Ilyenkor mire kell figyelni? Az első és a legfontosabb a bemelegítés. A bemelegítés hozza létre azt, hogy az ízületeink megfelelő állapotba kerüljenek a terhelésre. Ilyenkor fontos, hogy a főbb ízületeket mindenképpen átmozgassuk. Melyek ezek a fő ízületek? Figyeljünk a nyakunkra, minden irányú bemozgatására, a vállakra, a könyökre, a hátunknak, törzsünknek minden irányú mozgatására, ami nem csak azt jelenti, hogy előre hajolunk és hátra, hanem ilyenkor figyelni kell az oldalra döntésekre, a törzsnek a forgatására, a rotációjára, figyeljünk a csípő, térd, de még a boka bemelegítésére is, hiszen a boka hiába egy nagyon pici ízület a testünkön, azt viseli az egész testsúlyunkat a testmozgás során. A bemelegítés által nem csak az ízületünk mozgás tartományát tudjuk fejleszteni, hiszen normál esetben végig tudnánk vinni ezt a mozgást, ez egyébként nagyon fontos lesz a maga a testedzés során is. Amikor csináltok egy-egy feladatot, nem szabad
a végtartomány előtt megállni, hanem végig kell vinni azt, mert ezáltal nem fog beszűkülni ott az ízületi mozgás, de emellett segíti az ízületeknek az anyagcseréjét is. Az anyagcsere azért fontos, mert mozgás hatására a testünk okosan oda csoportosítja a vért, a nyirokkeringést, ahova szükséges. Hogyha te most lábedzést fogsz tartani, akkor főleg oda fog menni. Hogyha válledzést, akkor viszont oda fog a több folyadék áramolni a szervezetedbe. Ez azért fontos, mert miközben mozogsz, a korábban említett képletek egymáshoz képest elmozdulnak. Hogyha nincs megfelelő folyadéktartalma, akkor sajnos ezek kopásnak indulhatnak. A két csonton lévő porcfelszín, ahogy súrolódik egymással, akkor felmaródnak, és ilyenkor tapasztalhatod azt, hogy recseg, ropog az ízületed, nem csak a sportmozgás során, hanem akár lépcsőzéskor is. Ha megvagyunk a megfelelő bemelegítéssel, ami a testedzésnek minimum 20%-át adja ki, akkor jöhet maga a sportmozgás. Ilyenkor figyeljünk arra, hogy ízületeink mindig a megfelelő helyzetben legyenek. Tehát ne próbáljunk egy nagyon megfeszített, kényelmetlen tartásból kiindulni, hanem mindig tényleg a norma tartáshoz közelítő helyzetből végezzük a gyakorlatokat. Ha nem vagy benne biztos, hogy jól csinálod a gyakorlatot, vagy hogy egyáltalán jó a testtartásod, ajánlom, hogy első pár alkalommal mindenképpen egy személyi edzővel konzultáljál, és ilyenkor biztos, hogy magát az eszközöket és a gyakorlatot is jól fogod használni. Ha megvagyunk a bemelegítéssel, túl vagyunk a testmozgáson, akkor fontos, hogy le is vezessük azt a sportmozgást, amit végeztünk. Nagyon sokan összekeverik ezt a nyújtással, a stretchinggel. Ha rendesen végezted a testmozgást, nem elegendő az, hogy a fejed egy kicsit jobbra, meg egy kicsit balra döntött. Fontos az, hogy megfelelően levezessük a testünknek egy relaxációs fázisát, kialakítsunk a testmozgás végén. Ilyenkor mire figyeljünk? Fontos az igen, hogy egy picit megnyújtsuk az izmokat, de inkább ennek is egy dinamikusabb változatát szoktam ajánlani, amikor mozgatod egyik irányba, másik irányba. Ezen kívül fontos, hogy megint az ízületeidet átmozgass a teljes mozgástartományba, ezt ki kell emellem, mert legtöbbször el szoktátok felejteni, tehát például egy karmozgás nektek csak előre-hátra szokott menni, de az oldalra, magad előtt, oldalra kimozgás ki szokott maradni. Figyeljünk arra is, hogy a testedzést, a bemelegítést és a lazítást kiegészíthetjük más eszközökkel is. Nagyon hasznos lehet például egy SMR henger használata. Nem csak az izmok lazítására, hanem a nyirokkeringés, vérkeringésnek a helyreállításában is segít, ezáltal esetleges izomláz esetén, savfelszaporulatkor annak a kis regenerációját is segíti. A levezetéssel nagy probléma még az is, hogy általában összecsapjuk, hogyha egyáltalán levezetünk. Ilyenkor figyeljünk rá, hogy ahogy a bemelegítés a 20%-át adta a testmozgásnak, 20%-a minimum legyen a levezetés is. Tudom, hogy hosszúnak hangzik, tehát, hogy elmész edzeni, 20 percet bemelegítesz, 1 órát edzel, és még 20 percet le is kell vezetni, de hidd el, hogy ahhoz, hogy elkerüld az ízületi szervrendszerednek a különböző problémáit, nélkülözhetetlen ennek a felosztása. Ahhoz, hogy megőrizzük az ízületünk egészséges állapotát, én ajánlom a mindennapi testmozgást, vagyis legalább a minimum 5-szöri testmozgást, a helyes változatos egészséges táplálkozást, és ezeknek a kiegészítését esetleg étrendkiegészítő termékekkel, mint például az új termékünkkel, az Artofortéval. Ha tetszett a téma és bármilyen kérdésetek van, nyugodtan keressetek meg, akár itt a videó alatt kommentbe, vagy pedig a Biotechusa oldalán a szakértő válaszol rovatban. Nagyon szívesen megválaszolom a kérdéseiteket, és hogy ne maradjatok le a többi videónkról, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és ne felejtsétek el a kis csengőt bejelölni, mert akkor biztos, hogy értesültök róla. Sziasztok! Biotechusa. The feeling of success. További inspirációkért kövess minket Facebookon és Instagramon, iratkozz fel YouTube csatornánkra és látogass meg a weboldalunkat.